Szakadáton 2019 óta nem sikerült ezt a fajta összejövetelt megtartani, ezért most mindenki nagy örömmel készült a színes programokra. A falu apraja nagyja részt vett a szervezésben, előkészületekben, de még a környező településekről is jöttek lelkes segítők. Az így megvalósult összefogás eredményeképp sikerült kicsiket, nagyokat egyaránt szórakoztató műsor bemutatni. Szerintünk nagyon jó újra itt lenni. Egy jó pár évvel ezelőtt voltunk. Nem igaz? És jó hangulat. Ismételten eljött egy nap, amikor falunapot rendeztünk, óta nem volt, ugye tudják, a Covid még egyik betegség közre játszott. Úgy döntött a képviselőtestület, próbát teszünk, hozzáállunk, és megszervezünk egy ilyen rendezvényt. El kell mondjam, hogy nagyon sok embernek kell köszönetet mondanom, azért, hogy ezt a rendezvényt ilyen színvonalon, ilyen körülmények között meg tudtuk rendezni. Nem tudtunk volna falunapot rendezni, ha a támogatóink nem fogadták volna hívásunkat, és ismételten nem anyagiakkal támogatták volna. Köszönöm mindazoknak, aki a falunapi rendezvényünk létrehozásába, megvalósításába részt vett. Igazi falusi vendéglátó módra babgulyással és halászlével várták az embereket ebédre, majd a hagyományőrző tánccsoportok, illetve zenekar előadásait élvezhették a vendégek a délután folyamán. Öröm számomra, hogy egy kis kihagyás után, néhány év kihagyás után ismét találkozhatunk. Én régebben is, amikor Gabi bácsi meghívott, mint szomszédot, akkor szívesen jöttem Szakadátra. Mindig örömmel láttam, hogy elég sok ember, sok ismerős eljön ide, itt lehetett találkozni, jól érezni magunkat. Vármegyei szinten is nagyon fontos, hogy a közösségek fejlődjenek, akár azáltal, hogy több kisebb település összekovácsolódik, mondta Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke. Már jó ideje, minden nyáron ilyen nagyszabású rendezvényt szoktak rendezni, és én itt laktam régen a szomszédban, Szárazdon, úgyhogy nagyon régóta követem a szakadási közösség építésnek a fejleményeit, és kapcsolatban maradtunk a polgármester úrral, és azt annak örülök most is, hogy több polgármester is eljött a környező településekről, és mindenhol, ahol hasonló közösségi programot látok, ami megmozgat több települést, annak mindig örülök. A gyerekek örömére gondolva kirakodóvásárral mindenféle finomsággal készültek, de lehetett lovagolni is. Délután a tűzoltóság jóvoltából pedig a habokban pancsolhattak a kicsik.